verdad que muy bien. Es el primer año que vengo aquí, pero hablando de parte del club, estamos muy contentos de ser partícipes de ese proyecto. Nagy várakozással tekintek ez elé, az együttműködés elé, hiszen a jobbtól tanulni nem szégyen. És itt nem kérdés, hogy a Villarreal egy olyan klubfilozófiát valósít meg most már évtizedeken keresztül, amely nem csak szimpatikus számunkra, hanem szerintem példaértékű is. Ha valaki visszaemlékszik arra az időszakra, amikor ők Európa Ligát nyertek nem olyan régen, akkor is megnézi a mérkőzésen az aznapi keretet, amit beneveztek, akkor látják, hogy tudják, hogy azon a meccsen 16 saját nevelésű játékos volt a keretben. És ugye a DVSC és a Debreceni Labdarúgó Akadémia is azért úgy gondolom, hogy Magyarországon híres arról, hogy a saját nevelésű játékosaik iránt, annak azok fejlődése iránt elkötelezett, és ő úgy egyengeti az útjukat, hogy azért minél többen legyenek az első csapatban. Erre most a legutolsó mérkőzés is egy jó példa, hiszen volt olyan periódus, amikor 8 saját nevelésű játékos volt a pályán. Pero desde luego nosotros tenemos una metodología que es formar entrenadores y intentar venir aquí a sumar para que los dos juntos puedan seguir creciendo. Nosotros, a nivel de marca y a nivel de metodología, queremos seguir creciendo en el mundo junto con vosotros. Nem szabad megelégednünk, sőt, mindig fejlődnünk kell, és akarni kell fejlődni. Ez hál' Istennek a Herceg András vezette akadémiában is benne van, és én nagyon örülök annak, hogy a tulajdonosaink természetesen közte a várossal és az új tulajdonosokkal együtt közösen úgy gondolták, hogy egy ilyen együttműködés az ismét egy előrelépést biztosító folyamat lehet, hiszen ez egy hosszú távú megállapodás, 3 évről szól. 3 éven keresztül, évi 9 hónapon át lesznek itt a Villarrealnak a szakemberei, 3 szakember, egy módszertani vezető és 2 másik szakember, aki segít a mi edzőinknek a napi munkájukban értékelni, javítani a munkájukat, bemutatni a nyugati trendeket, összehasonlítani azt a munkát, ahogy ők végzik Spanyolországban, és mindenkinek ez egy nagy fejlődési lehetőség. De természetesen a gyerekeknek és magának a klubnak is nagyon fontos, hiszen lesz lehetőség edzőmérkőzéseket játszani, felkészülési mérkőzéseket, ez a felnőtt csapatra is vonatkozik, és lesz lehetősége a fiatal játékosoknak arra, hogy a Villarrealnál készülhessenek, de azon játékosok, akik ezt mind a hozzáállásukkal, mind a játéktudásukkal megérdemlik. Yo creo que la disciplina es fundamental y obviamente el disfrutar. ¿Por qué? Porque al final uno cuando consigue disfrutar y tener la disciplina es un gran paso para llegar al éxito.